Módosította az abortusz törvényt Pintér Sándor belügyminiszter szeptember 15-től, vagyis csütörtöktől. Az állapotos nőknek be kell mutatniuk egy olyan szülésznőgyógyász által kiállított dokumentumot, amely azt rögzíti, hogy a várandós kismamának az egészségügyi szolgáltató a magzati életfunkciók működésére utaló tényezőt egyértelműen azonosítható módon bemutatta, vagyis meghallgattatták vele a magzati szívhangot. A Patent Egyesület szerint a módosítást a nőgyűlölet motiválta. A DK pedig azt közölte, hogy számos országban kezdődött így az abortusz betiltása. Vendégem Duró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnök helyettese, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ön azt mondta erről, hogy életpárti elmozdulás. Mit értett ez alatt? Valóban, hogyha megnézzük a magyarországi abortusz szabályozását, akkor azt látjuk, hogy 1956 óta nem történt olyan módosítás, ami elismerné, vagy abba az irányba tenne legalább egy lépést, miszerint a magzati életkorú gyermeknek maga az élete a fogantatás pillanatában kezdődik. Ezt kimondja a Magyarország alaptörvénye, hogy az életet a fogantatás pillanatától kezdve védelem illeti meg, de ez egyébként a szabályozásban semmilyen módon nem jelent meg eddig. Ez az első olyan lépés, ami megvalósul, tehát igenis egy szemléletformálásnak lehet a kezdete ez, hogy azt mondjuk, hogy itt nem csak az anyáról van szó, hanem van egy gyermek, aki magzati életkorban van ugyan, tehát nem tud beszélni, nem látjuk őt közvetlenül, hiszen az édesanyja méhében van, de tud velünk kommunikálni a szívhangján keresztül, tudatosítani kell az édesanyákban és mindenkiben, hogy itt nem csak őróluk van szó, nem csak az ő életükről van szó, hanem a gyermek életéről. Említette, hogy 1956 óta voltak éppen, lehet így fogom, hogy korlátlanul lehetett abortuszt végrehajtani, és hát rendkívül sok gyermek nem született így meg. Ugye nagyon sok kezdeményezés volt arra az elmúlt években, hogy az a vágyott gyermekek megszülessenek, ugye volt több egyesület is a zászlójára tűzte ezt a mondatot. Mi kell ahhoz, hogy a kismamák, a nők fejében is egy picit átforduljon ez, hogy azért itt másról is szó van, mint hogy az én testem, én rendelkezem fölött a gondolkodásmódról. Nagyon sokan nem tudják, hogy amikor az abortusz elvégzésére sor kerül, akkor a magzat már él. Lényegében egy sejtcsomónak tekintik csupán, holott egy 10 hetes magzatgyermek, ugye 12. hétig lehet végezni az abortusz, egy 10 hetes magzatgyermek már neki a szervei kifejlődtek, van keze, lába, tudja szopni az ujját, és van szívdobogása is. Ez az, ami talán a leginkább érzékelteti azt, hogy ő bizony él egyrésztről. Másrészt én azt is tapasztalom, hogy a nők nem tudják, hogy ő rájuk a későbbi életük szempontjából milyen brutálisan káros egy abortusz elvégzése. Ennek következményei vannak, nem csak az, hogy az adott gyermek életét veszti, hanem ezt követően például a mellrák kockázatát 193%-kal növeli az abortusz, de a vetélés, a koraszülés esélyét is megnöveli, és a meddőség kialakulását is. Tehát nem lesz következmények nélküli egy nő életében az abortusz, és ezek még csak a fizikai betegségek, amelyek kialakulhatnak. Az öngyilkosságra való hajlam, illetve maga az öngyilkosság is 6-szor akkora az abortuszt végzett nők körében, mint azok körében, akik gyermeket vállaltak. Tehát gyakorlatilag olyan nehézségekkel fog szembenézni egy nő egy abortusz követően, amiről meggyőződésem, hogy nem tájékoztatják. Mikor lehet hallani először a szívhangot, amikor mondjuk elmegy egy orvosi vizsgálatra egy kismama? Néhány hetesen már ez hallható, tehát különböző technikák vannak. Az Egyesült Államokban már volt olyan 4 hetes magzat, akinek sikerült a szívhangját kimutatni, de ha én 4 gyermekes édesanyja vagyok, nekem mind a 4 gyermekemnél 6 hetes ultrahangon már meg tudtam hallgatni a szívhangot. Tehát az egész korai időszakban erre van lehetőség. És akkor, hogyha mondjuk a kismama még nem hallhatja, hogy egy várandós hölgy elmegy a nőgyógyászhoz, és ő még nem hallhatja ezt a szívfangot, akkor mondhatja azt, hogy nem kívánom megtartani, és akkor inkább abortusz? Tehát alapvetően ez a rendelet arról szól, és ezt 2016-ban benyújtottam már én magam is az országgyűlésbe határozati javaslatként, hogy az abortusz elvégzése előtti utolsó vizsgálat alkalmával legyen arra mód. Ugye van egy
egy papír, amit ki kell tölteni, ez egészül ki azzal, hogy az orvos megmutatja az életfunkcióját a gyermeknek, tehát magyarán a szívhangját. Mert ugye nekem is van három gyermekem, tehát én is emlékszem arra, amikor a nőgyógyász, tehát egy ilyen nagyon kihangosította ráadásul a szívhangot, és ugye ezt mindenki ezekben a különböző filmekben ugye ilyenkor borulnak egymás nyakába a párok. Itt sajnos ez elég sokszor elmarad ezek szerint, és nagyon sok nő azzal érvel, vagy azt mondja nagyon sok nőjogi szervezet, hogy csak a nő dönthet a saját teste fölött, és hogy senki másnak nincsen beleszólása. Ezekre az érvekre mit mond ön? Egyrészt nem csak a saját testéről van szó, hanem egy másik élő emberről. Tehát amikor arról beszélnek, hogy egy nő úgy érzi, hogy kilátástalan helyzetbe került, és nem tudja a gyermeket felnevelni, akkor ezt hozzáteszem, hogy a magzat helyére helyettesítsünk be egy egyéves gyermeket. És gondoljuk azt, hogy előfordulhat bizony sajnos az, hogy egy egyéves gyermekkel érzi azt egy nő, hogy olyan válsághelyzetbe került, mégis teljesen abszurd számunkra, hogy egy egyéves gyermeket ilyenkor meggyilkoljunk. Tehát ez mutatja, hogy ez teljes egészében szemléletbeli kérdés, hogy élő embernek velünk egyenrangúnak tekintjük-e a magzatot, vagy pedig azt mondjuk, hogy az ő sorsáról, mivel még nem született meg, ezért dönthet az édesanyja. Hogyha valóban egy keresztény országban élünk, és ezeket az erkölcsi tanításokat követjük, akkor azt mondjuk, és a biológia is ezt mondja, hogy az élet a fogantatáskor jön létre. Ebben az életkorban már néhány hetes magzatnak a genetikai kódja, a DNS-e már rendelkezésre áll. Ő egy élő, érző ember. És a kommunista és az elmúlt 30 évnek a liberális vélemény diktatúrája volt az, hogy mi, a mi generációnk abban nőtt bele, hogy az abortusz kvázi egy fogamzásgátlási eszköz, és a nő az rendelkezett erről, hogy hogyan védekezik az abortuszt. Igen, hogy ezért fereztettek ki nagyon sok helyen egy abortusztablettát, pont azt mondták, hogy az esemény utáni tablettát, mondván, hogy akkor ez gyorsan beveszi a hölgy, és akkor utána minden gond meg van oldva. Ami nyilván nem igaz, hiszen olyan brutális hormonsokkot kap az, aki beveszi ezt a tablettát, hogy utána, és ezt az orvosok is elmondják, hogy igazániból nem tudják megjósolni, milyen hatással lesz a szervezetére, az majd utólag kiderül. És hogyha kedvezőtlen, akkor azt mondják, hogy hát sajnos ez mondjuk így ott volt a lehetőségek között. Így van, ezeknek rendkívül súlyos következményei vannak, amit szintén tudatosítani kellene az édesanyákban. Másrészt azért azt is fontos hangsúlyozni, hogy most sincs arról szó, hogy a nők önrendelkezése következménye lenne az abortusz, hiszen nagyon sokan, 30-65% közé teszik a különböző mérések azt a réteget, aki azt mondja, hogy ő nem önszántából megy abortuszra, hanem a környezetében, vagy a párja, vagy a tágabb családja, vagy a munkáltatója nyomást helyez rá, hogy abortálja a saját gyermekét, de hogyha ő önrendelkezhetne valójában, ő megtartaná a gyermeket, és ezek még tragikusabb esetek annál, mint amikor mondjuk önszántából. Amikor ugye rákényszerítik arra, hogy menjen el és vetesse a gyereket, pedig ő szeretné megtartani? Így van, így van. A nőknek egyharmada, kétharmada, a különböző méréseknél más eredmények jönnek ki, de igen, erről beszél, és ez egy rendkívül súlyos társadalmi probléma. Mit gondol, akkor ennek a rendeletnek köszönhetően emelkedhet a születések száma, tehát több gyermek születhet ennek köszönhetően? Bízom benne, hogy sikerül életeket megmentenünk. Észak-Macedóniában egy ehhez hasonló szabályozást bevezettek 2013-ban, és Budapesten volt a demográfiai konferencia, amelyen egy észak-macedón képviselő is előadást tartott. Ő azt mondta, hogy azon nők, akik meghallgatják a baba szívhangját, közülük 20% úgy dönt, hogy nem végezteti el mégsem az abortuszt. Ezt is nagyon fontos, erről is nagyon fontos beszélni, hogy az beavatkozás elvégzését követően hogyan alakulna a nőknek a sorsa. És azt mutatják a kutatások, hogy már néhány hónappal a beavatkozás után 10% megbánja. Tehát azt mondja, hogy mégis meg kellett volna tartania a gyermekét, holott ő neki ezt a terhet. Miért van az, hogy Európában, de számos országban, Amerikában is egészen késői időpontban is lehet még abortuszt végezni? Tehát ott már szinte kifejlett gyermekeket is kivesznek az anyatestéből, ami borzalmasan hangzik, de hogy erre lehetőséget nyújt a szabályozás. Miért van ez olyan?
katasztrófa, és az egész egy ennek a liberális vélemény diktatúrának a következménye, ami beleilleszkedik egyébként a gender témába is, az LMBTQ jogoknak a hangsúlyozásába, illetve erőltetésébe is, és ebbe az egész őrületbe, ami a kereszténység alapjait igyekszik lerombolni és megváltoztatni. Hála Istennek az Egyesült Államokban is elindult egy pozitív változás, miután a legfelsőbb bíróság arról döntött, hogy nem tekinthető alapvető jognak az abortusz, és Európában is vannak olyan kezdeményezések, amelyek a jó irányba mutatnak. Magyarországon hozzáteszem, még így is az egyik legliberálisabb a szabályozás, de tekintettel kell arra lenni, hogy nagyon sok család érintett, és nem az a célja ennek a szabályozásnak sem, meg a Mi Hazánk politikájának sem, hogy bűnbakokat keressünk, vagy megbélyegezzünk bárkit is, vagy ítélkezzünk, hanem szeretnénk egy szemléletváltást elindítani, szeretnénk, hogy a társadalmi konszenzus lenne abban, hogy a gyermek valóban a fogantatás pillanatától él és védelem illeti. Kevesebb, ennél megosztóbb téma létezik, kíváncsi vagyok, hogy mik lesznek erre a reakciók. Dúró Dóra, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget.